még jócskán kell érnie a nagy cserkeszi megynek. Nem csak itt országszerte késésben van a gyümölcsérése, várhatóan nagyjából 2 hetet fog csúszni a betakarítása, és lehet csak július elején kezdik el szedni. Ennek oka, hogy virágzásakor szeles hideg volt az időjárás. A minőség jónak látszik, a mennyiség viszont csak mintegy fele lesz a tavainak, úgyhogy az elmúlt évben sem volt rekordtermés. Ez már a termelőket összefogó Penta Familia szövetkezett telephelye a szabolcsi településen. Péntek délután mintegy 50 szakember gyűlt itt össze, hogy megbeszéljék az ágazat helyzetét és problémáit. Idén az okozza a legnagyobb gondot, hogy a feldolgozók vételi ajánlatként csupán a tavalyi felét kínálják, amit elfogadhatatlannak tartanak a termelők. Az elmúlt 2 évben a nettó értékesítés árunk 220 és 260 forint között alakult. Az idévre egy minimális árat ajánlottak meg, 100-120 forintos nettó árat a feldolgozók, ami elfogadhatatlan, tehát ezen az áron biztosan nem kezdjük meg a betakarítást idén. A normális vagy minimum ár vagy fájdalomküszöb azt egy 250 forintos nettó ár lenne idén is, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a fogyasztóknak ez nem okoz többletterhet, tehát emiatt nem fog nőni a megybe főtt ára a boltokban. Most még a tavalyi megyből készült termékek sorakoznak az üzletek polcain, ezek 4-5%-kal drágábbak, mint egy évvel ezelőtt. Ennek az árnak ugyanakkor csupán 1/5 teszi ki az alapanyagára. Ezért is tartják elfogadhatatlannak a termelők, hogy ilyen kevés pénzt kínálnak nekik a felvásárlók. Megegyezés hiány még az sem kizárt, hogy a fákon marad a gyümölcs. A nagy cserkeszi termés jelentős része egyébként a megyében működő 4 nagy konzervgyárhoz kerül, 15-20%-a pedig külföldre. Egyik legnagyobb felvásárlója helyben a nyíregyházi és tyukodi feldolgozó, amelyeknek tavasszal lett új tulajdonosa. Mind a két konzervgyár az elsősorban exportpiacokra értékesít, nagyságrendileg az árbevételünknek a 70-75%-a megy külföldre, ezen belül is a német piac, ami jelentős. Ha termékeken belül próbálunk megszegmentálni, különösen a csemege kukorica, a zöld borsó és a megy azok a termékek, amik elsősorban a nyugat-európai piacokra készülnek. Gyümölcslé, lekvár, csak 2 a megyből készülő termékek közül. A fórumon a piacszervezés és stratégiák mellett a hatósági ellenőrzésekről és jogi szabályozásról, valamint a gépesítésről is szó esett.